Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk, mondta Orbán Viktor az 1956-os eseményekre emlékezve a terrorházánál. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a jövő évi választás sorsdöntő, mert most dől el, Európa népei visszaveszik-e saját nemzeti életük irányítását. Lánci Tamás, a Század Végintézet vezető elemzője vendégem a témában. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Először egy pici ilyen kis hangulati elemzés, jó, hogy értékeli az ünnepet, méltóképpen emlékeztünk minden helyszínen. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy erénye volt a tegnapi napnak, hogy a rossz idő ellenére nem történt egyrészt baleset, másrészt meg gyakorlatilag méltóságteljes megemlékezések voltak már, ahol volt, mert ugye lényegében gyakorlatilag egy tömegrendezvényre került sor. Ez a központi állami rendezvény volt a terrorháza előtt, ahol Orbán Viktor is beszélt, közel 10 000 ember jött össze, sehol máshol, nem hogy ekkora, de töredékesen jött össze ennek a tömeg. Igen, egy picit azért izgultunk ezek miatt, mert azt tudni kell, ugye, hogy azt hiszem vörös riasztást adtak ki, és azért ilyen billeget, hogy lesz vihar, nem lesz vihar, hát egyelőre most úgy tűnik, hogy valóban nem volt probléma ebből. Nézzük akkor sorba, jó, először a kormánypárti rendezvényt, mit gondol, mi volt Orbán Viktor mondatainak a legfőbb üzenete? Hát talán az, amit idézett, tehát ez egy, és nem csak ez a beszéd, hanem most már ez egy sokadik visszatérő alkalom, amikor a miniszterelnök a nemzet szuverenitásáról, vagy hogy magyarul mondjuk a nemzet szabadságáról beszélt, tehát arról, hogy minden olyan eszközzel, ami rendelkezésünkre áll, föl kell lépni azok ellen, akik korlátozni akarják a nemzet szuverenitását. Ez volt ennek a beszédnek a központi üzenete. Sok egyébről is szólt nyilván, de talán ez volt a legmarkánsabb üzenet. És azért mondom, hogy ez egy visszatérő elem a miniszterelnök beszéd, mert gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan arról beszél, hogy vannak olyan erők, pénzügyi csoportok, politikai erők, amelyek próbálják korlátozni a mi mozgásterünket, próbálják beszűkíteni a lehetőségeinket nekünk itt magyaroknak, és ezzel föl kell lépni. Érdekes volt, és szerintem sokan várták, hogy nagyon sokszor elhangzik majd Soros György neve. Egyetlen egyszer sem hangzott el. Erről mit gondol? El nem hangzott. Utalás volt rá. De utalás volt rá, így van. Ha jól emlékszem, a miniszterelnök azt a kifejezést használta, hogy nemzetközi spekulánsok körök. Ez azért eléggé világos, hogy kire vonatkozott, itt elsősorban Soros Györgyre. Én gondolom, hogy egyébként az ünnep méltósága miatt nem akart egy személyes támadást intézni Soros György ellen, de ugyanakkor a beszéd végső soron róla is szólt, hiszen többek között ő az, illetve a brüsszeli döntéshozók, az ő uszájába került brüsszeli döntéshozók az, akiktől a miniszterelnök félti a magyar nemzet szuverenitását. És nem csak a magyarét, tehát itt azért tekintsünk ki, hiszen a beszéd is kitekintett, itt arról van szó, hogy azért most már Közép-Kelet-Európában van egy fél tucat állam, amelyik úgy érzi, amelyik úgy látja, hogy komoly veszély fenyegeti a 89-ben kivívott szabadságát. És ezek az államok szinte kivétel nélkül, itt Lengyelországról, Csehországról, Szlovákiáról, most már Ausztriáról is beszélek, ezek kivétel nélkül nagyon hasonló politikát folytatnak most már, mint Magyarország. Nézzük akkor az ellenzéket. Melyik felszólalást, melyik beszédet tartja a legjelentőségteljesebbnek? Hát itt nagyon nehéz lenne bármit is mondani, mert nincs egy súlycsoportban Orbán Viktor beszéde, illetve az összes többi megszólaló. Volt-e olyan, ahol elhangzott olyan, ami eddig nem, és jelentőségteljes üzenete van? Igazából én úgy látom, hogy mindenki megúszni akarta az ellenzéki térfélen ezt az október 23-át, letudni akarta. Nem nagyon hangzott el olyan üzenet, amely kiemelendő lenne. Gyurcsány Ferenc volt az, aki egy... Igen, már oda is lakoztam közben, őt akartam idézni. Egy ilyen pártpolitikai egyensúlyozást csinált, és hát nyilván az egész beszéde beleágyazódott abba a helyzetbe, amiben ma a baloldali ellenzék van. Tehát próbált üzenni az MSZP híveinek, próbált üzenni a sajátjainak. Gyakorlatilag jó, egy szép szimbóluma volt mindaz, ami október 23-án történt, annak, hogy milyen állapotban van jelenleg a baloldali ellenzék. Azért ez egy izgalmas mondat volt, amit mondott, hogyha szabad, akkor idézem, a mai demokratikus koalíció jobban hasonlít az 1988-as Fideszhez, mint a mai Fidesz a hasonló nevű egykori pártra. Ezzel tulajdonképpen mit akart mondani?
Ez az, amire utalt, hogy ezzel üzent ide is, oda is? Gyurcsány Ferencnek ugye az egyik, van egy karakter problémája. Tehát őt tartják, ezt a felmérések mondják, nem én. Gyakorlatilag bármelyik népszerűségi ranglistát megnézzük, illetve megnézzük, hogy milyennek látják Gyurcsány Ferencet a választók, akkor őt egy hazug politikusnak gondolják. És ő próbálja ezt a hazug karaktert, ezt a nagyon rossz karaktert valahogy újraépíteni. És keresi a fogódzókat. Például, hogy ő tulajdonképpen egy rendszerváltó politikus. Ő a demokratikus politikus, ő a szabadság szerető politikus. Hát próbál ilyen fogalmakat a pártjához, illetve saját magához kötni. De én úgy látom, hogy most már 11 éve, hogy elhangzott az összödi beszéd, és azóta nem igazán sikerült a saját karakterét megváltoztatnia. Tehát az emberek ugyanúgy tekintenek ma rá, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát ő összöd politikusa, ő az összödi ember, aki egész egyszerűen a hazugság spirálból nem tud kikerülni. És ezek a manőverezések nem tudom pontosan mire jók, azt nem tudnám megítélni, hogy ezzel pontosan kinek akart üzenni, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen karakterépítés próbál lenni. Köszönöm szépen az értékelést, és hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm.